Ebben a részben sümegen kezdődik a szöveg, aztán a szajki tavaknál tajtékzanak a szavak, majd csütkérezve érünk be Sitkérre, végül oázissal vár ránk Sárvár. Legutóbb a sümegi vár lezárt kapujánál fejeztük be a túrát. Most újra itt vagyunk, és alig várjuk, hogy a leeresztett felvonóhídon átkeljünk a Farkasvermen, és belépjünk a várba. Farkasverem név eredete azonnal jött, hogy az általános elterjedt verem csapdák, amelyek ehhez hasonlóan aljára kiegyezett karót tettek, tetejét átszázták, ezeket farkas csapdáknak nevezték, és bár ugye a farkasverem ehhez hasonló működéselvű, innen a rokon megnevezés, tehát nem tartottak benne farkasokat. A sümegi birtokot 1010-ben adományozza a veszprémi püspökségnek István királyunk. 1261-ben említik először oklevélben Sümegvárát, tehát ekkora már vár állott itt, de akkor sem mostani formájában, hanem csak ez a fellegvár rész az öreg toronnyal, és ugye ez az évszázadok folyamán folyamatosan bővült. A vár az 1500-as évektől az országrész legerősebb erődítménye volt. Veszprém török elfoglalása után ide költözött a püspök is, az egyházi bevételekből pedig jutott gazdagon a vár felfejlesztésére is. A pecsételés után innen a sümegi vasútállomáson fogunk indulni, Sárvárig megyünk majd. Ez egy 70 kilométeres szakasz, 3 napba telik legalább nekünk, és hosszú egyenesek várnak ránk. És sok aszfalt. Megy az ember, csáncsugást hall, lenéz, aszfalt! Ez írtózatosan kiábrándító, hogy mi vár itt ránk. Elnézek a távolba, és gyakorlatilag kilométereken keresztül nyíregyenes aszfalt, és ezen kell mennünk. Ez nagyon szar, nem? Figyelj, 4-5 kilométer, egyenes szakasz, frissek vagyunk, pillanatok alatt ott leszünk. Na, hip-hop ide értünk, nem? Kisvásárhelyen a haranglábnál találkoztunk egy helyi bácsival, aki épp szokatlan kedvtelésének hódolt. Minden délben itt ül a harangnál? Igen, igen. Tényleg minden délben kijön? Már micsoda? Maga? Ön? Hát a legtöbbször, igen. Különben 87 éves vagyok. És mind a 87 évét itt élte le ebben a faluban? Hát itt. Az a kis harangunk meg 21-ben lett ide állítva, azóta így áll megárosítéssel, áll még most minden. Törökök vettek itt házat? Igen. És mi? Igen. Beszélt már velük, hogy mi, mit, hogy igen, kerültek ide? 3 milcsér vették, így ahogy a most kinéz a területtel mindennyel. De mit csinálnak itt? Hát ugye olyan hétvégi házfélére, nem sokat tartózkodnak itt. Bejöttünk ebbe az erdőbe. Nagyon szép. Egyszerűen megőrülök, annyira idegesít. És közben meg az van, hogy annyira szarul csípő, ilyen rohadtul csípő kis apró hülye szúnyogok voltak ezek, hogy ez nem igaz. Én nagyon izzadok most, és rohadtul idegesít, hogy beleragadnak a muslicák, tudod? Dől a hajhagymáimból a víz. Hát bizony, bizony, bizony. Csinálsz itt, basszus? Kocsival megyünk tovább, szálljatok be. Cabrio. Itt a pecsét egyébként, tudjátok? Még nincsen.
6 óra, de még fél 6 se. Lassan ideérünk egyébként a 30 kilométeres menetnek a végére a Szajki tavakhoz, de hát már tök sötét van. Az út gyakorlatilag körülbelül ugyanolyan elemekből épült föl. Végig irtózatosan hosszú egyenes szakaszokból. Vagy szántóföld volt az egyik oldalon és erdő a másikon, vagy erdő mind a kettőn, vagy szántóföld mind a kettőn, és vagy aszfalt volt, vagy földút. Nagyon érdekes, hogy ennek az irtózatos monotóniának mégis van valami sajátos hangulata. A leghosszabb kék túra etapja volt részünkről, nem? Leghosszabb volt, igen, az egyértelmű, mármint kilométerben. Igen. Szerintem időben viszont nagyon-nagyon jól futottunk, köszönhetően annak, hogy alig volt szint, a terep az nem volt és nehéz. Kiváló kondícióban indultunk ennek neki. És nem tököltél annyit, mint nem, szoktál? Nem. A Kisvásárhely mellett folydogáló csörgető ér táplálja az ottani 11 tóból álló láncszerűen összefüggő tórendszert. Az 1931-ben feldúzasztott Szajki tavak többsége halásztó, de van itt strand is. Innen a Szajki tavaktól indulunk a mai etapunkra, ami szerinted meddig fog tartani? Azt még nem tudom, hogy meddig tart. Egy olyan 20-30 kilométert megyünk végig a Kemenes háton, hosszú Pereszteg és Káld irányába, aztán majd egyszer elérjük Sárvárt is. Menjünk. Nem menjünk. De nem mondod, de még nem menjünk még, várj, itt olyan jó sütkérezni a napon, nem? Kék túrán vagytok ti is, meséljetek, mióta csináljátok, hol tartotok, mennyi van még hátra? Idén kezdtük el januárban, terveztük, hogy valameddig eljutunk. Először Pesten lakunk, és akkor pesti régiót jártuk be, amit úgy el lehet érni egy nap alatt vonattal, busszal, meg egyéb ilyen, mert eléggé nehéz a logisztikát megoldani. Kőszegről Szelestéig, talán Kőszeg-Szeleste között, ez egy 35 kilométer volt. Egy kocsma, egy ABC semmi nem volt. Tehát az olyan... Mi arra megyünk, ez nem jó. Készüljetek, tehát ott föl kell tankolni Sárváron. Tehát ez a Sárvár-Kőszeg közötti szakasz? Sárvár-Kőszeg közötti szakasz az olyan volt, hogy ott alig volt nyitva. Azta. Tehát ott, ha nincs vízünk rendesen, meg élelmünk, akkor... A kopara. Káld takarós falu, többek között arról is nevezetes, hogy itt az utcasarkokon nem csak utcanévtáblák vannak. Minden utcánk elején az utca névadójának kis emlékműve áll, amelyet Németh Mihály szobrászművész község díszpolgára alkotott meg. Tehát itt nem utcanévtábla van, hanem utcanévdombor. A polgármester egyéb dolgai miatt csak az erdő széléig kísért el minket, de búcsúzás előtt elmondta, mit ne hagyjunk ki a hátralevő kilométereken. Itt ezen az úton az első látványosság, úgymond most az újonnan elkészült Sergőrinc kilátó. Nevét ugye Sergőrinc erdőmesterről kapta, aki ezt az erdőt azzá tette, ami most itt látható, tehát ezt a haszonerdővé építette. Igen, elég érdekes formájú és iszonyú masszívnak tűnő kilátó. Igen, találtak egy olyan pontot a sok lanka és sík között, ahonnan tényleg elég jól látszik a sok lanka és sík. Következő lesz az úgynevezett pilóta kereszt, egy emlékhely, egy második világháborúban hősi halált halt magyar pilóta emlékére, aki itt egy légi harcban halt hősi halált. Ez nemes Molnár László, magyar királyi repülő hadnagy. Amerikaiak teljesen
szabálytalanul már, amikor kiugrott az égő gépéből ejtőernyővel, akkor lőtték le. És akkor itt van eltemetve. A következő a Hidegkuti vadászház lesz, az itteni vadászatnak, vadászoknak a központja. A másik pedig a Kisboldogasszony kápolna, amelynek érdekessége, hogy a csíksomlyói kegytemplom Mária szobrának a kicsinyített mását kaptuk meg Csíksomlyóról. És ahogy haladnak majd kifele a kék túra útvonalon, akkor ott lesz majd a következő látnivaló, úgymond a banyafák. Onnan kapta a nevét, hogy a két legöregebb tölgyfa volt az erdőben. A legendárium szerint az, hogy ott az egy boszorkány gyülekező hely volt, meg tám most is az, úgyhogy sötételés után azért csak óvatosan. Itt ülünk az egyik banyafán, ami elég híres itt a környéken. Ezek valójában több száz éves kocsánytalan tölgyek, amelyek már sajnos mostanra 300, valahol 500, valahol 300, ezek sajnos mostanra már kidőltek. Ugye az a legenda járja, hogy itt a banyafák. Ugye többükbe találkoztak a seprűnyélen érkezők boszorkányok. Szombatonként. Sitröpdöstek. Milyen nap van ma? Szombat. Hihetetlen, ennyire elrejtett. Az első pecsét a kocsmában volt, ami be van zárva, a második pedig itt van egy ilyen transformátor házon. Indulunk is tovább már Gércéről, a végcél Sárvár. Elég rövid szakasz maradt így a végére. De ezeken a sík és hosszú egyenes szakaszokon nagyon sok aszfalton iszonyú jól lehetett haladni. És nevezhetjük ezt a szakaszt a kék túra Forma 1-es pályájának is. Induljunk is! Napfényben fürödve értünk be Sitkére. A falu szélén áll a híres kéttornyú Kálvária kápolna. A kápolna domb rockzenei fesztiválokról lett ismert, az épület felújítását a bevételből támogatják. Sárvári befutó a vadkertnek nevezett nagy parkkal és a csónakázó tóval olyan volt nekünk, mint sivatagi vándornak az oázis. Alig akartunk kijönni belőle. Igaz, nem is ment egyszerűen. Nagyon tetszik. Merre megyünk? Erre. Hát ő szerintem... Szerintem egyenesen. Megérkeztünk Sárvárra, ami egészen elképesztő ezután az út után szerintem a maga eklektikus változatosságával, meg úgy általában. Mi a véleményed az egész útról, vagy úgy egyáltalán? Hosszú volt és fárasztó. Én azt hittem az elején, mikor első 30 kilométert lerohantuk, hogy hát ez tök jó, megyünk mint az állat. Iszonyú jól lehetett haladni, amiatt, hogy ilyen csőszerű, alagútszerű vágatokba kellett mennünk, vagy aszfalton, vagy pedig ilyen egész jó minőségű dózerutakon. Ami... És az őszi erdő, azt nem felejtsd. Ez gyönyörű, jó. Egyszerűen sárga, annyira... Sárga, zöld, és... Igen. Csodálatos. Pompázott. Nagyon szép volt. Én nagyon tartottam ettől az egész vidéktől, igazából abból a szempontból, hogy majd a változatosság hiánya, meg mit tudom én, de egészen jó volt szerintem ez. És nem rosszabb, mint a többi, csak nagyon más. Csak gyorsabb. Igen, gyorsabb és tök élvezetes, nem? A nyilvános WC-nél van a pecsét, ez az első ilyen pecsét hely, ami a nyilvános WC-nél van, amit most én alaposan ki is fogok használni.